Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, is a Szegedről. Jelenleg majd be fogunk járni egy iparvágány egy kicsit később, de akkor összetűnt, de nézzünk szét az állomáson is. Mi a helyzet? Egy pillanat, tartsuk ott velünk. Hát ott szemben van a régi rakodó és a raktár. Azt ott látjátok, még ki is van egy iskaszág. És egyébként most ment ki egy föl, és mindjárt indul egy másik is, amiképpen bennáll. Hát így látszik, ez még az átépítés előtti állapot is a iskaszágen. Van azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5 vágány van, ebből 2 átmenő. És most éppen Gödöllő fele nézünk egyébként. Látsz, ott háttérben ott van a kijárati jelzők. Mindegyik vödös, sehol semmi. És ott megy az a folyat, amivel idáig eljöttem. És ott még eszedelni, azt meg fogjuk nézni később. Egyébként maga az állomás az a Budapest-Gödöllő Miskolc vonalon van. Hát ugye Budapest-Gödöllő 60, ugye 80-á. Pécel és Gödöllő állami telepek között. És akkor mindjárt megnézzük itt a hagyományos régebbi fajta peron. Ugye van ez a három peronos vágány. De gyakorlatilag a két átmenőn kívül személyszállító vonatok ritkán használják a többit. Teherforgalom pedig, hát nem tudom, hogy mekkora lehet, de ugye átépítés előtt van ez az állomás, bár úgy látom, itt még nem kezdtek neki az átépítésnek. De talán kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. És itt van maga a felvételi épület. Ezt meg kicsit közelebb legyen. És látjátok, itt van a váróterem, még üzemel is. Ez a újabb állomástábla, és még ott van a régi neonbetűs is. Hát kissé hiányos, abban látom, már csak a G betűn van meg a neonfény. És valószínűleg az sem működik. Az lehet ott a forgalmi iroda. A váróterem pedig majd mindjárt megnézzük. Hát, szerintem a túloldalt be lehet menni. De egyébként ez a hagyományos egyszerű váró, talán van pár pad és ennyi. Na itt. Szóval most fog jönni egy gyorsvált, azt akkor mindjárt lefilmezzük. Közben meg megmutatom itt a bicikli tárolót, az a B+-szel parkoló. Elég rendesen ki van használva, az látszik. És még oda a korlátok mellé is vannak biciklik láncolva, még kevés is ez, amit ide kitettek, sőt még itt a kapcsolókertnél is van. Igen, ott van egy busz megálló, azt mondjál, megnézik, hogy onnan milyen buszok mennek, de... Ja, és egyébként az átépítéseknél sokszor ugye van vágányzárdés, amikor vonatpótó buszok mennek. Hát az is innen indul. Hát ahogyan a kiírás. Látjátok, Budapest és Gödöllő fele lehet innen utazni. És persze a Mugudbelesi Kistal, csak Edepes Pécel. És innen indul a vonatpótó busz is. Gyakorlatilag ennyi, és itt van a menetrend is. És itt van maga az állomásnak az utcafronti része. Ott még egy mambusz is van, azt majd közelebb megnézem. Fényképereig. És akkor bejöttünk ide a váróterembe. Nézzünk itt is széjjel. Hagyományos, van két pénztár is. Abban egy működik. És hát itt a hátsó kijárat közben. Látom az S80-as kiment, és egyébként igen, most majdnem itt utána néztem, hogy vágányzár miatt nem mindegyik megy tovább Gödöllő fele, tehát itt valamelyik itt fordul, és most itt az előbb láttam a vonatpótló buszt is, ami most egy órát itt fog állni, és majd utána indul vissza. Tehát itt a Gödöllő meg Gisaszeg között van külön pótlóbusz, ami az Gödöllő állami telepe megállót nem érinti. És itt ezt nézzétek meg, ez egy lőállás, vagy egy ilyen géppuskafészek, nem tudom minek hívták ezt, de ez sok vasútállomáson láttam már hasonlót. Hát most dohányzásra kijelölt hely, kapott egy új funkciót egyébként azokon a... Ezek a lukak szerintem azok, ez pont annyi, hogy itt egy puskacső kifér, meg így ki lehet látni, tehát ez... Azt hiszem, ezek még a háború idején vagy előtt épültek, és akkor használták. Zárból vagy két katona belefér, és akkor különböző irányokban tudták figyelni a terepet. Ez pedig itt már maga az áruraktár, azt hiszem, de ezt mindjárt közelből megnézzük. Szerintem elnézünk erre még itt. Csak ez már az állomás a Gödöllő felőli vége egyébként. Hát ez itt nem tudom micsoda. Azt lehet, hogy jól van kazánházról, minden esetre menjünk be. Aki ki is van írva, hogy belépni tilos.
Ez pedig itt a régi lakodó, tehát nyilván az első vágány volt a lakodó. És akkor, hogyha itt. Ez pedig valószínűleg az árulaktár volt. És nézzük, igen, itt az oldalrakodó, itt ugye ide beálltak a tervogonok, és akkor itt szintén lehetett belakodni. Na, nézzünk szét oda bent. Hát darabáló már nincsen, mint látjátok. Ott is elég szépen néz ki. Egy-két södös üveg. És hát ez minden. Egyáltalán nem biztos, hogy az átépítéskor az az épület meg fog maradni. Lehetséges, hogy le fogják bontani. És még ott áll valami szerelvény, azt még majd közelebbről megnézem. De egyébként maga az állomás, az itt látjátok ennyi. Hát látjátok, a 16-os kis Dacia és egy vasútvilnek a gépe. Ott látszik egy-két oszlop, többet egy villamosításhoz használhatják. És hát akkor így szépen visszamászunk a túloldalra az állomáson, és akkor az állomás bemutató videó az egyé lett volna. Így néz ki, és a szegállomás még átépítés előtt. Hát a átépítés, hogy fog változni, az meg majd kiderül. Majd, ha megint erre járok, akkor majd arra is készítek videót. Akkor egyenlőre ez a videó itt véget ért. Majd még gondolom azt a régi honvédségi iparvágányt be fogom járni, de az már egy másik videó témája. Úgyhogy mégis hát köszönöm, hogy megnéztétek, hát tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, hogyha nem tetszett. Lehet kommentet írni, akkor is, ha tetszett, akkor is, ha nem tetszett. Meg fel is lehet iratkozni, ha még nem tettétek. Akkor sziasztok!